Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a BS YouTube csatornáján. Előző videóban megemlítettem a sokan keverik a bushcraftot a túlélővel. Utána is volt egy beszélgetésem valakivel, és hát elmesélném nekem az én személyes véleményemet. Nem kell velem majd egyet érteni, hogy azt is elmondtam, hogy a túlélőnek annak egyszerűen lenni kéne. Én olyat nem ismerek, nem hiszem, hogy itt a közelünkben van olyan, de ugyanúgy, ahogy a bushcraft nekünk egy hobbi, ugyanúgy emberek velem is, én is beletartozom, én is szeretem feszegetni a határaimat, szeretném megtudni, hogy hol van az a határ, ameddig elmennék. Régi álmom egy bár nálunk ilyesmit nem csinálnak, egy ilyen túlélő show, de jelzem, nem ez a magyar szemét, amit majd Jóska összeáll Pistával és kiszavaznak, hanem az, amit a amerikaiak csinálnak, választasz 10 dolgot magadnak, azt jófasz kibasznak oda valahova a szigetekre, akárhova, és akkor majd amilyen kemény gyerek vagy. Igen, ez is régi álmom lenne. Én is szeretem feszegetni, mint mondottam, a határokat, fantáziálok rengeteget erről a dologról, de ez csak egy olyan másodlagos dolog marad. Na már most, gyerekek, az én személyes véleményem, az előző videóra egy kedves kommentelő azt írta, hogy a bushcraft a túlélés után kezdődik. Én nem vitatkozok senkivel, a vélemény a szabad, ugye, szabad ország, szabad gondolkodás, szabad kifejezés, max hülyet csinál az ember magából, de erre is joga van mindenkinek. Hogy keverik az emberek a túlélést a bushcrafttal? Igen, keverik, de elmondom az én személyes véleményemet. Nagyon gyorsan, nem szeretném ezt a videót nagyon hosszúra készíteni, emeljünk ki egy pár dolgot a bushcraftból, meg emeljünk ki egy pár dolgot a túlélésből. A bushcraft, eszközöket kell készíteni, mert ezért meg azért túlélés. Eszközöket kell készíteni. Miért? Hát túl kell élned. Ha nem csinálsz eszközöket, akárhol vagy, és most maradjunk ennél a sablonos, mindenkinek berögzött túlélési fázisába, hogy egy olyan helyen, ahol erdő van, víz van, halak vannak, vadat lehet csapdázni. Itt egy picit talán, itt egy picit magasabbnak érzem ezt a túlélős dolgot. Na már most, továbbiakban. Én személyes meglátásom a bushcraft meg a túlélés között az egy icipici dolog. És az nem más, mint az elmélet. A bushcrafter kimegy, elvégez egy feladatot, ha elvégzi, elfárad, leül, eszik, iszik, megpihen, végzi tovább. Ha jó, jó, ha nem jó, elkészíti a következőt. A túlélő ezt nem engedheti magának, és megint burkoltan megpróbálok mindent egy kis fogalomba sűríteni. Azért tartom a túlélést mentálisnak, mert neki már előre tudni kell, hogy a befektetett energia megtérül-e. A bushcrafternek, mint mondottam, leül, megpihen, iszik, eszik ott a hátizsákjába, előveszi a emerét, előveszi a szalonkáját, és nagyjából lehet, hogy ez lesz az életem legrövidebb videója. Ez az én személyes meglátásom. Az is lehet, hogy egy full kiképzett, úgy kiképzett, hogy magasan képzett emberke, aki mentálisan nem tudja feldolgozni azt a stresszt, amiben esetleg ő éppen találja magát, semmit nem fog tudni megcsinálni, míg a másik emberke, akinek
majdnem szinte nulla képzettsége van, vagy tudása bizonyos eszközök gyártására, de pszichésen le tud ülni, el tudja gondolni, megtervezi a megfelelő lépéseket, hogy hogyan tovább a belefektetett energia visszatérüljön, tehát nem készítünk el egy akkora menedéket, hogy tudom én 20 négyzetméteres, mert nincs értelme, hanem megpróbálunk keresni egy olyan menedéket, ahol túlvészeljük azt a 1-2 éjszakát, vagy mindegy, mindenki gondoljon egy akármilyen sztorit. Úgyhogy az én személyes meglátásom, hogy a bushcraft meg a túlélés az szerintem tudásban, ugye mondom, hogy mindenki az erdőt meg a vadont veszi alapul, akkor tudásban szerintem a kettőt egyensúlyba lehet hozni. A kivétel csak az, hogy az egyiknek ott kell lenni mentálisan, fel kell tudni dolgozni, hogy mi történik, be kell lássa, hogy milyen dolgok, milyen szerszámok, milyen eszközök, milyen segítség áll körülötte, nem szabad kapkodjon, mint a mentális dolog, saját magát felkútatva megnézi, hogy egyszer nála mik vannak, mit tud használni, utána a legközelebbi helyet, részt, ahol éppen van, azt térképezi fel, azt fedezi fel, hogy éppen ott mit tud magának segítségül lelni, és csak utána merészkedik ki egy távolabbi dologról, de mi mondottam, az én személyes meglátásom, a véleményem, én így érzem, de mint mondottam, én is csak szeretnék egy ilyen helyzetbe kerülni, aztán az is lehet, hogy sírva futnék haza, de a feszegetés, a személyes határaimnak a feszegetése, és valószínűleg, hogy minden ember, aki ezzel a gondolattal játszik, ugyanezeket a dolgokat szeretné, hogy feszegetni a határait, mert az, amit mondunk, meg amit teszünk, az a kettő, az egy nagyon-nagyon nagy dolog. Kimegyek bushcraftolni, bármi balulsül el, felveszem a táskámat, hazamegyek, jó napot kívánok. Úgyhogy szerintem nyugodtan meg lehet írni az ellenkommenteket is. Ritkán kérek ilyet. Nyugodtan kommentbe írjátok le, hogy a ti véleményeteket. Viszont mondottam, az én véleményem a bushcraft meg a túlélés között az csak egy cérna, egy hajszál, egy pengeél választja el, és csak is kizárólag a mentális dolog, mert ha nyilván leszámoljuk a... Tehát ugyanúgy bushcrafter is csapda... A hagyományos bushcrafterek ugye tudtak csapdázni, vadászni, pecázni. A túlélőnek is ezeket meg kell. Ugye? Hát, hogyha enni akar, akkor vagy csapdázni próbál meg, vagy vadászni, vagy horgászni, pecázni, akármilyen módszerre. De neki elő kell készíteni az eszközöket ehhez, míg a bushcrafternek minden ott áll készen. Bemegyek a bushcrafter boltba, és mindent megveszek. A túlélőnek ez így nem játszik. A lehetőség az, hogy ő már úgy túlél valamit, hogy már a cuccok között talált, vagy vitt magával valamit, és megtalálja. Értek én itt egy késre, vagy egy akármilyen más eszközre, akár egy bögrére, vagy vizet forra, tök mindegy, bármilyen eszközre. Tehát neki mindent el kell készíteni. Ha az ember tudásügyileg, illetve elméletileg és pszichésen össze tudja rakni ezt az egész dolgot, én egy fokkal talán a bushcrafter fölött vélem, érzem, de csak is kizárólag azért, mert a bushcrafternek megvan a tudása elkészíteni az eszközt. A túlélőnek még el kell készíteni az eszközt, amivel elkészíti az eszközt. Ha nem tettem volna, de megtettem, úgyhogy én ezzel szeretnék mindenkinek egy kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánni. Bár azt szerettem volna, hogy most egy ilyen fél méteres hóba
készítsem el nektek ezt a videót az egyik kedvenc fenyőerdőmbe, Székelyföldön. Ahelyett majdnem egy fél méteres köd van itt. Egy kicsit nagyobb lenne a köd, már-már horrorisztikus lenne ez az egész, úgyhogy én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. És bátran írjátok meg, hogy mit gondoltok ti erről az egészről. Ezáltal mindenki tanul ebből az egész dologból. Én legalábbis minden információt ki tudok mindenkinek a hozzászólásából csípni. És még egyszer köszönöm szépen. A legközelebb. Sziasztok!